A korábbi nevén Moszkva tér, mai nevén Szélkámán tér felújítása egy több mint 20 éves ígérete a fővárosnak. Ezt a teret 1995 óta folyamatosan fel szeretnék újítani, de 2011-ig érdemben semmilyen előrelépés ebben nem történt. Készült egy terv korábban, ami egy újabb plázát álmodott a tér közepére. Lényegében a felszínről száműzte volna a közösségi közlekedést, és az embereket aluljáróba kényszerítette volna. Ez a terv nem volt megvalósítható, és már azelőtt elvérzett, hogy egyáltalán az érdemi tervezése megkezdődhetett volna. 2010-ben a városvezetés hivatalba lépésekor és a BKK létrejöttekor azt a feladatot kaptuk Tarlós István főpolgármester úrtól és a fővárosi önkormányzattól, hogy kezdjük el a Szélkálmán tér teljes újjáépítésének előkészítését. 2011. augusztusában készült el az első koncepció terv, amelyet akkor elfogadott a fővárosi közgyűlés, amely arra épült, hogy azt az értéket tartsuk meg, hogy ez egy rendkívül komplex és rendkívül kompakt tér is egyben. Ez mit jelent? Azt, hogy úgy lehet átszállni buszokról, metróról, villamosra, buszról buszra, hogy közben nem kell egyetlen forgalmi sávot sem keresztezni a gyalogosoknak. Ha itt most körülnézünk ezen a téren, ez egy rendkívül kompakt közlekedési csomópont, ami egy érték, az embereknek nem kell lépcsőzni, nem kell hosszú utakat megtenni, mint mondjuk a keleti pályaudvar előtti téren, vagy akár az Őrsvezér terén, hanem minden egy kis helyen van. Éppen ezért viszont nagyon fontos, hogy az jó minőségben is jól működjön, de ezt az értékét a térnek szerettük volna megtartani. Ennek keretében, ennek nyomán egy nyilvános építészeti tervpályázatot írtunk ki, ennek 2012-ben lett vége, az építésstúdió és a Lépték építészei nyerték meg a nyilvános tervpályázatot, és ezt követően indult el a részletes tervezése a tér felújításának a főmterv összefogásában. Nyilván a nyertes építészeket bevonva ebbe a munkába, ők végezték el az építészeti tervezését. Az összes építési engedély rendelkezésünkre áll most már, a szükséges szabályozási tervmódosításokat a kerületi önkormányzatok elvégezték. Ezután is szeretném megköszönni az első, a második és a 12. kerületi önkormányzat munkáját, hiszen három kerület határán, csomópontjában található a Szélkálmán tér, és éppen ezért mind a három kerületi önkormányzatnak van hatásköre a térépítési szabályozásában. Ezeket sikerült egységesíteni, így mára minden engedély rendelkezésre áll ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a munkát a Szélkálmán téren. Ezt követően kiírtuk a nyílt pályázatot a kivitelezésre. Ez a pályázat pontosan fél évvel ezelőtt zárult. 6 hónappal ezelőtt bontottuk ki az ajánlatokat. A legolcsóbb ajánlatot tevő kivitelező nyerte meg a tender, de a jogorvoslati eljárások elhúzódása miatt csak most 6 hónappal később tudjuk aláírni a szerződést, mert az eddigi fél évben a közbeszerzési döntőbizottság vizsgálta a tender jogszerűségét, és múlt héten mondta ki azt, hogy a közbeszerzési eljárásunk minden tekintetben jogszerű volt, és aláírhatjuk a kivitelezői szerződést. Ezért most kerül sor erre. Ami nagyon fontos, hogy sikerült a nyertes konzorciummal egy olyan megállapodást kötnünk, hogy az Európai Uniós pénzből finanszírozott, és éppen ezért 2015 végéig befejezendő része a munkának, ami a villamosvágányok átépítése, az be is fog időben fejeződni, így az uniós forrásokat az utolsó fillérig föl tudjuk használni, amelyek a projektre rendelkezésre állnak. A tér teljes felújítása csak 2016-ban tud befejeződni, emiatt a fél évig tartó jogorvoslati húzavona miatt, amely a BKK-n kívülállókokból zajlott le, de amit Európai Uniós forrásból 2015 végéig el kell végeznünk, azt el is tudjuk és el is fogjuk végezni. A tendert a KÉSZ és a VIS konzorciuma nyerte. A KÉSZ legfőbb térépítési referenciája ugye a Kossuth Lajos tér megújítása az országgyűlés megbízásából, míg a VIS az mellett, hogy alvállalkozóként közreműködik az egyes villamos felújításában és meghosszabbításában is, a miskolci villamosvágányok felújítása és átépítése és a teljes uniós projekt megvalósítása terén szerzett referenciákat. Tehát bízunk abban, joggal, alappal bízunk abban, hogy felkészült és a munka volumenére tekintettel is ezt a munkát elvégezni képes kivitelező konzorciummal írjuk alá a kivitelezői szerződést ma. Mi valósul meg itt a téren, és mikor kezdődik a munka? A Szélkálmán teret naponta 200 ezer ember használja, és körülbelül 110 ezeren szállnak itt át, akiknek nincs dolguk itt a környéken, csak beérkeznek valamelyik busszal, villamossal, és átszállnak a metróra, vagy a nagykörúti villamosra, vagy aztán délután fordítva. Éppen ezért rendkívül kis helyen ezt a teret nagyon sokan használják, ezért az átépítése rendkívüli erőfeszítéseket vesz igénybe, hiszen mindvégig ezt a funkcióját meg kell tartania. Mind autóval, mind közösségi közlekedéssel a teret használni lehet majd végig az átépítés ideje alatt, ez nagyon fontos. A téren
teljes építészeti megújítás történik. Mit jelent ez? Az a toldaléképület, ahol most vagyunk, ez megszűnik, ezt lebontjuk. Elbontjuk azt a villamos hurokvágányt, amelyik itt a tér közepén égtelenkedik, és már sok-sok éve nem használja a hűvösvölgyi villamos, amióta összekötöttük ugye a 61-es vonallal és a Móricz Zsigmond körtérre közlekedik. Ezeken a helyeken, amiket így megnyerünk, új zöld felületek, új találkozópontok, új köztér létesül, illetve egy olyan új ügyfélközpont, ahol az utasok, ahogy ezt már más csomópontokban is megválthatják a jegyüket, bérletüket, elintézhetik az ügyeiket. Az a legyező épület, amely ugye a Széll Kálmán tér metroállomását fedi le, és amely egy építészeti jelképévé vált a térnek, ez egy nagy vita volt, hogy megmaradjon-e. Az építészeti tervpályázaton olyan pályaművek győztek, amelyek ezt megtartották, de a 21. században átültették, és nem lebontották, és valamit nulláról építettek a helyére. Éppen ezért, miután a szakmai építészeti zsűri ezt a megoldást is választotta ki, ez a legyező megmarad, de a legyező alatt egy filigrán új üvegstruktúra épül, ami teljesen átláthatóvá teszi az épületet. Mind a köztes emelete megszűnik, ahol ma egyébként nagyrészt használaton kívüli forgalmi irodák és egyéb BKV-s létesítmények vannak, mind az alsó szintjén jelentősen visszaszorulnak a kereskedelmi egységek, ezek a különböző használt mobiltelefonboltok, meg egyéb ilyen kereskedelmi létesítmények eltűnnek, és egy átlátható, körüljárható új üvegépület fogja tartani lényegében ezt az egyébként szintén szerkezetében is megújított legyezőt. Ami nagyon fontos, hogy a 70-es, 80-as évek építészeti maradványai eltűnnek a térről, tehát ezek a különböző gombák, amiket itt látunk a tér közepén, telefonfülke maradvány, és egyéb ilyen-olyan bódék, ezek teljes egészében elbontásra kerülnek, és egy korszerű, új kereskedelmi front létesül a postapalota oldalában, lényegében a Várfok utca alatt, a mai villamosalagút melletti részen, annak a rézsinek a helyén létesül olyan helység, amit majd a főváros később tud kávézóként vagy boltként hasznosítani, de a tér közepéről, ahol naponta százezerek szállnak át, ezek a gyalogos forgalmat akadályozó és egyébként meglehetősen ronda a gombák és egyéb létesítmények eltűnnek. Ami nagyon fontos, hogy felújítjuk az összes villamosvágányt a téren, mind az átmenő villamosokét, mind az itt végállomásozókét. A villamosvágányok és a tömegközlekedési fejlesztések átépítése teljes egészében uniós forrásból valósul meg a budai fonódó villamoshálózat részeként. Ugye ez azt is jelenti, hogy a budai fonódónak az egyik ága, a Széll Kálmán téri ága logikusan itt fog áthaladni, tehát az Óbudáról Margit híd Budai híd főérintésével a Margit körúton át beérkező budai fonódó villamosok itt áthaladnak és tovább haladnak majd az Alkotás utcán keresztül Dél-Budára. Tehát ehhez új vágánykapcsolatokra is szükség van. A mai vágányhálózaton ezt nem tudnák megtenni, nem átjárható a tér észak-déli irányba. Ezt is létrehozzuk, és a budai fonódó villamosai az új alacsonypadlós kapvillamosokkal, amelyek ugye ezeken a vonalakon is forgalomba állnak, itt haladhatnak majd át a téren. Teljesen újjáépítjük a buszvégállomást is, amely ugye itt mögöttünk található. Egyrészt megszűnik ez a busztároló tér, ami a tér egy nagy részét elfoglalja a tér Szilágyi Erzsébet fasor felüli bejáratánál. Ez lehetővé teszi, hogy mind a villamosvégállomás közelebb kerüljön a tér falához, és ott is új zöld felületek, illetve új köztér létesüljön. Illetve a buszvégállomást úgy építjük át, hogy olyan kapacitásbővítést tudunk megvalósítani, mivel a szénatéri volánpályaudvar egy része is át tud ide költözni, és a szénatéren az ott élők által egyébként meglehetősen kritizált, rendkívül zsúfolt buszvégállomás a következő években eltűnhet. A másik fele a volánjáratoknak, amik oda járnak, azok később majd a szintén 2016-ra elkészülő új örmezői volánpályaudvarra kerülhetnek át a Zsámbéki medencéből, és így szűnhet meg majd teljesen a szénatéri buszpályaudvar, és létesülhet ott közpark vagy egyéb fejlesztés a második kerület beruházásában. Nagyon fontos, hogy egy új fasort is telepítünk. A Fény utcai piac felüli térfal és a tér között az út középvonalában, az út elválasztásában egy teljesen új fasor létesül, tehát lényegesen zöldebb lesz a tér, mind a tér közepe, mind a tér teret határoló utak. Akadálymentesítés is történik, nyilván minden irányban teljesen akadálymentesen átjárható lesz a tér. Ez a leginkább fontos, a leginkább újdonságot jelentő a Várfok utca irányába lesz, hiszen ma a Várfok utcából számos buszjárat indul, és a Várfok utcát akadálymentesen megközelíteni nem lehet, ugye két lépcső vezet a Várfok utcához, de aki tud is lépcsőzni, és kényelmetlenül tudja csak megközelíteni a Várfok utcai buszjáratokat, aki pedig csak akadálymentesen tud közlekedni, mondjuk kerekesszékkel közlekedik, számára még akkor is, ha egyébként járnak alacsonypadlós buszok ezeken a járatokon, megközelíthetetlenek ezek a buszjáratok. Mind lift létesülni fog, amellyel megközelíthetők, akár kerekesszékkel, teljesen akadálymentesen a járatok, és olyan új mozgó lépcsők is létesülnek, amelyekkel szintén gyorsan és kényelmesen lehet megközelíteni a Várfok utcából induló buszjáratokat. Egyébként a teljes Várfok utca teljes szélességében a vár kapujának szerepéhez méltóan, hiszen a várba induló buszokat itt lehet elérni, díszburkolatot fog kapni.
A tér tehát teljes mértékben, teljes egészében megújul. Ezt szavakban én most megpróbáltam önöknek bemutatni és elmondani, de készült egy háromdimenziós bejárható modellünk, ahol mindenki ugyanúgy, mint egy videójátékban végig sétálhat, végigjárhat a téren, ez a honlapunkon elérhető, illetve ebből egy videót is készítettünk, amelyet a híradók nyilván tudnak használni, amely bemutatja az új építészeti kialakításában végigjárja és bemutatja a teret. Néhány szót arról, hogy milyen forgalomkorlátozásokkal fog ez együtt járni. Az idei évben elkezdődnek most a kivitelezői szerződés aláírása után a bontási munkák a Szél-Kálmán téren. Ez még az idei évben és egészen jövő év februárjáig csak kisebb volumenű bontási munkákat jelent, amelyek nem fogják zavarni a térforgalmát, és a jövő év tavaszától indulnak el a nagyobb volumenű munkák. Ezeket összehangoltuk a budai fonódó villamoshálózat egyéb kivitelezési munkáival, amelyek ugye jellemzően a Batthyány tér és a Margit híd budai hídfő környékén valósulnak meg. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi hónapokban kell számítani egy hosszabb időtartamú vágányzárra, aminek a pontos dátumait nyilván előtte néhány héttel fogjuk tudni közzétenni, egy hosszabb időtartamú vágányzárra a 4-es-6-os villamosok vonalán, hiszen ekkor épül majd ki a Margit híd budai hídfőnél az új kanyarodó és kapcsolódó vágány, illetve a Szél-Kálmán téren ugyanebben az időpontban építjük majd meg az új végállomását a 4-es-6-osnak. Emellett a térre beérkező más villamos vonalakon, tehát a Szilágyi Erzsébet fasor felől érkező vonalakon és a Krisztina körút déli pályaudvar felől érkező vonalakon is lesznek olyan korlátozások, amikor ugyan a teret megközelítik a vonalak, de nem jönnek be a térre, hanem a tér kapujában mindkét oldalon lesznek ideiglenes végállomásaik, ahol átmenetileg kicsit hosszabb gyaloglással lehet majd megközelíteni a teret, ameddig az új villamosperonok, villamosmegállók kiépülnek a Szél-Kálmán téren. Közúti forgalomkorlátozások is lesznek, alapvetően a térre bevezető fő útvonalakon az Alkotás utca, Krisztina körút felől, illetve a Szilágyi Erzsébet fasor felől kell arra számítani, hogy átmenetileg néhány hétre sávkorlátozások lesznek. Ezeknek is a részleteiről, hogy pontosan milyen ütemben és mikor milyen lezárások lesznek, nyilván a munkák előre haladtával fogunk tájékoztatást adni. Azon vagyunk, hogy a lehető legkisebb forgalomkorlátozást okozzuk a Szél-Kálmán tér életében, de a tér teljes évtizedek óta húzódó átalakítását nyilván nem tudjuk úgy megvalósítani, hogy semmilyen forgalomkorlátozás nem történik, tehát kénytelenek vagyunk az itt közlekedők türelmét és megértését kérni ezekre a munkákra tekintettel. Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet a 2-es metróval. Az M2-es metró kapcsán a kivitelezői szerződés kizárólag munkanap esti és hétvégi korlátozást enged meg, tehát hétköznapokon a csúcsidőben az M2-es metrónak mindig a teljes kivitelezési időtartam alatt meg kell állnia a Szél-Kálmán téren, de lesznek olyan időszakok, amikor a metróállomás átépítése során a forgalmi irodához és olyan kritikus létesítményekhez kell hozzányúlnunk, amely akár az állomás áramellátását, akár a biztonsági rendszereit érinti, ekkor majd a 2-es metró vonatai ki fogják hagyni ezt az állomást néhány hétvégén, és metropótló buszokkal lehet majd a Batthyány tér és a déli pályaudvar felől megközelíteni a teret, de ezek jövő évben, elsősorban jövő év nyarán várhatók, az idei évben ilyen korlátozás még nem lesz. Teljesen megújult át a Szél-Kálmán tér a ma aláírandó kivitelezői szerződés eredményeként. Én bízom benne, hogy a kivitelező konzorcium határidőben meg tudja valósítani ezt a munkát, és mindenféle fennakadás nélkül. Abban biztosak lehetnek, és mindenki biztos lehet benne, hogy a BKK stábja, a Szél-Kálmán téri projektmenedzsment csapat mindent el fog követni azért, hogy ez így is legyen. 5,3 milliárd forintba kerül a tér felújítása. Ez a legkedvezőbb árajánlat, amely a közbeszerzési eljáráson összesen egyébként három ajánlat közül érkezett a BKK-hoz.